Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntök! Beleteket itt vagyunk ugye az M3 autóparban. Egy Dacia Sandero Stepway-t fogunk megnézni. Sajnos lemostam most a kocsit, és nem sajnos, hanem szerencsére. A sajnos az az, hogy ugye szemer kil az eső, és hát így kicsit elszomorodtam, mert nagyon szép kis kocsi. Az autó 2013-ban helyeződött forgalomban, magyarországi darab, és ezt szeretnénk nektek megmutatni. Már is leteszem a kis rongyocskámat, és megnézik az autót. Van egy forgalmi engedély nálam, ez a forgalmi engedély, ugye rögtön elénk is kerül. Íme azt mondja, hogy MHC326-os Dacia Sandero Stepway, nézegetünk, 1461 köbcentis, 66 kW-os, azaz 90 lóerős dízel motor van ebben az autóban, és ugye itthoni magyarországi forgalma helyezés kocsi. Az autónknak még van egy év műszaki vizsgája, 25.3.-14. ugye a lejárata, és a tulajdonosa pedig az M3 Autópark. Pont itt vagyunk különben, hogyha megnézitek, M3 Autópark vagyunk, 15. kerület Szent Mihály út 90 számban. Tehát a fekete színű autónknak van kötfényszórói, szép tiszta lámpái, gyári Felniken nyári gumikat fogtok találni, tökéletes szélvédője van, és a kaszni egész korrektül ugye egybe van. És nem csak az, hanem a motorja is, mert ugye ez egy 1.5-ös DC-i Renault motor, ami nagyon szépen duruzsol. Az autóban 370 ezer kilométer van, ezt meg tudjátok ti is nézni az ügyfélkapun, meg minden mást, egyebet is. Az alvás számát itt látjátok a kocsinak, hogy mindenek ellenére 370 ezer kilométeres korára nagyon szépen dolgozik, és nagyon jól megy, abszolút füstmentesen, pöcröpp indul, és teljesen egyenletesen jár. Íme, megnéztük a mociát, sétáljuk körbe, benézzünk a hátuljába, aztán megyünk itt egy kis karikát. Van rajta tetőkorlát, és nyári gumikkal van szerelve, ugye. Ezt láttok, megnézzük az autónak a csomagtartóját is. Méghozzá így belelapozunk ebbe a hátsó részbe. Tökéletes, szép, tiszta, és benne van a pótkerék is, amit tudtok használni a defekten, de szerintem ez nem volt még soha az úton. Itt van az emelője, lámpa, dönthetőek, ugye ezek a támlák, benne kalaptartó. Megnézzük itt a hátsó üléssort. Azt mondja, hogy fejtámlák, Isofix, szerintem korrekt, normális ülések, és a hátsó utasok azok ugye kézzel tekergetik az ablakot leföl, míg az első két gomb segítségével tudják ezt majd megtenni. Így néz ki az oldalkárpitja, az első ülése sincs lelakva, annak ellenére, hogy amennyit futott. Ugye van egy Stepway nevezetű hímzésünk itt. A kormányunk szerintem hibátlan, nézzétek meg, egy bőrkormányban kopásmentes teljes mértékben különben, és van ez a kis tempomat, meg sebesség limiter, és van egy ilyen kis kapcsoló is hozzá, mert át tudok ugye kapcsolni limit vagy tempomat. 6,1-et mutat ugye az autónknak a komputere. Én azt gondolom, hogy ezzel az autóval 5 körül is el lehet közlekedni. Egy 110-es tempóban ez nem eszik többet ötli terni szerintem ez az autó. Valószínűleg arra is használták, azért került bele ugye 370 ezer kilométer. Megvan mind a két gyári kulcsa a kocsinak, ami ugye nyitja zárja, és így igaz, és ha gyújtásra tesszük, akkor van, látjuk, hogy van ESP itt, ABS, motorcheck, mindent megláttunk, és utána el is aludt, be van húzva a kézifékem, és mindent végignyomkodtam, azt hiszem 370. Kiengedem a kéziféket, most már az is ugye kialudt, tehát ez is teljesen rendben van. Azt mondja, hogy én bekötöm magam, mert hogy megyünk vele akkor egy kicsit még. Kipróbáltam az ablakokat. Mindkettőt. Megnéztem a tükröket is, amik innen mennek, ők is teszik a dolgukat leföl. Ezen kívül van egy kormány alulról, mellülről vezérelhető gyári zenénk. Fesztivál, jó. Azt mondja, hogy ezen kívül van nekünk egy manuális klímánk az autóban,
ez a tempomat sebességlimiter kapcsol, és a másik ablak 5-ös a kéziváltója a kocsinak, és van mellettem szervizkönyv, gépkönyv, és egy pár darab ilyen műszaki vizsgaadatlap, meg ilyen karbantartási dolgok, amit majd meg tudtok nézni, és ebbe is benne az alvásszámot, tehát az övé, ugye magyar nyelvű, magyarországi, ezt ugye megmutattam nektek. Most meg várunk egy ilyen lámpaváltást, hogy már meg is történt, ugye megpróbálunk előrébb jönni egy kicsit, köszönjük szépen a segítséget. Az ablaktörlőt is kipróbáltuk, íme, és ki is próbáltam még a spicnit is, és az is szépen tolja nekünk ide a vizet. Van egy légzsákunk itt elő, egy másik jobbról, és onnan oldalról pedig van ott még egy légzsákunk. Tehát előoldalt is függöny légzsákos az autó, a menetre az autónk tökéletesen jól gyorsul, nagyon csendesen jár a motor benne, ezt hallottátok, egyenesen áll a kormányunk, koppanásmentes futóműve van, és egy év műszakia van még, ugye, amit mondottam, 23. Nagyon jó különben itt fönn csücsülni, nagyon kényelmes ülés pozíció van itt fönn, jól el tudunk látni az autók fölött, amik előttünk vannak, meg jó bele, könnyűvel kiszállni, beszállni, nagyon sokan szeretik különben az ilyen magasabb építésű autókat, főleg mint én, már ilyen öreg korukra nem tudnak beülni a sportkocsijukra, nincs is különben, meg nem is lesz, de mindettől függetlenül abszolút rendben van ez a kis kocsi. Ez én voltam, nem más Dudát, ezt is kipróbáltuk legalább, és amúgy pedig nagyon szépen gyorsul, abszolút mondom, füstmentesen, tökéletesen dolgozik benne a motor. Nyugodtan nézzétek meg, hozzatok el szerelőt bátran, nincsen akadálya, úgyhogy állunk elébe, nem fogtok vele rosszul járni, az áraz nagyon jó szerintem, és versenyképes, és ahhoz képest pedig egy korrekt állapotú autót fogtok kapni. Itt ugye az M3 autóparkban, ugye Szent Mihály út 90 szám Budapesten. Addig is legyetek jók, várunk benneteket, legyen szép napotok, a viszont látásra!